Egri és a környék termelőinek összefogásából valósulhat meg a helyi gasztronómiát népszerűsítő szilvásváradi rendezvény. A program beharangozóján hangsúlyozták, törekedni szeretnének a környezetükben megtalálható, kiemelkedő nyersanyagok használatára és árusítására. Terveznek például a menübe egy szürke marhahúsból készült szendvicset is. Rózsa Péter barátom erre azt mondaná, hogy hunburger, és azért, mert minden, amit adni fog hozzá, az ő nyersanyaga, magyar földön terem, magyar nyersanyagokból, és egy ilyen, tényleg ilyen lapcsánkás, jó szaftos marhahússal készült, házi kecsappal készült kis pogácsát fogunk. A programon helyben sütött pisztránggal is készülnek. Olyasfajta élményt próbálnánk magunknak, pontosabban a odalátogató vendégeknek, és utána magunknak szerezni, ami egy kicsit a hétköznapi megszokott életritmustól vagy ütemtől egy kicsit eltéri. A bort, mint az ételkultúra fontos részét is kiemelték. Múlnyillik az étel és a bor, és a különböző ételek és különböző borok kóstolására, és egy olyan környezetben, ami nem emberi műviség, hanem a természetnek egyik legcsodálatosabb völgye, a Szalaika völgy Szilvásváradon. A helyszínt az Egererdő ZRT biztosítja, ahol többek között egy 30 kilós sajtot is elkészítenek. A saját alapanyagokból készült friss sajtok, tejtermékek kóstoltatása mellett a vendégeknek eperkaviárt is kínálnak majd. Ez ugyanolyan, mint maga az a kaviár, amit kóstol az ember, csak nagyobb szemű lesz, és akkor az ember a szájába veszi, akkor ott szét fog roppanni, és egy eperszósz fog kijönni közüle, és ez lesz rajta a krémsajt tetején. Ez csak azért, hogy egy picit megfűszerezzük majd ezt a rendezvényt egy ilyen különlegességgel. A programhoz az Egri Főiskola Kutatási és Fejlesztési Központja is csatlakozik. Elhangzott, a helyi termékekre épülő gasztronómia támogatásához szeretnének hozzájárulni. A eredetvédelem, a minőségbiztonság, az élelmiszer biztonságnak azokat a területeit próbáljuk mögé tenni, illetve tesszük mögé ezeknek a munkáknak, amelyek ezeket a termékeket értékesebbé tudják tenni. A június 18-ai fesztiválra kóstolói jegyekkel, illetve birtokkóstolói tálakkal is készülnek.